Jó estét kívánok, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Tucatnyi halálos áldozata van az elmúlt évtizedek legpusztítóbb tájfunjának Japánban, több mint 300-an pedig megsebesültek. A természeti csapás nagy károkat okozott a szigetország infrastruktúrájában is, nemzetközi repülőterek teljes forgalmát kellett leállítani. Milliók maradtak elektromos áram nélkül, és százezreket kellett evakuálni. Jobbára komppal menekítették ki az egyik japán repülőtéren rekedt utasokat, mert az onnan induló járatokat törölték az országot elérő brutális erejű tájfun miatt. Végre elmehetünk, életre szóló fájdalmas élmény volt az elmúlt pár óra, remélem soha többet nem lesz részem benne, mondja egy fiatal nő, aki a reptéren rekedt. A mentés nehezítette, hogy megrongálódott az a híd, ami a mesterséges szigeten fekvő repteret a külvilággal összeköti, miután a viharos hullámok egy olajszállító tankert sodortak neki. Eddig 10 halálos áldozatról tudunk, a sebesültek száma eléri a 300-at, jelentette be a japán kabinet főtitkára. A Jebi névre keresztelt tájfun a legsúlyosabb károkat Oszaka prefektúrában okozta. A miniszterelnök Facebookon közölte, hogy bár mindent megtesznek a helyzet gyors kezelésért, így is több száz sérültről tudnak, és mintegy 2 milliónyia maradtak áram nélkül az országban. A természeti csapás ráadásul úgy érkezett meg a hét elején, hogy már a múlt hét végén is ítéletidő pusztított. Szombaton a heves esőzések következtében több helyen áradások alakultak ki, amelyek miatt már akkor közel 30 ezer embernek el kellett hagynia otthonát. A hatóságok a hét elején több mint 1 millió embert szólítottak fel arra, hogy hagyják el otthonaikat. Egyes városokban 1-2 óra alatt 100 millimétert meghaladó mennyiségű eső hullott, de volt olyan is, hogy egy nap alatt 500 mm csapadék esett, a tájfun néhol 280 km/órás széllökéseket produkált. Japán az idei évben különösen sokat szenvedett természeti csapásoktól, az országban heves esőzések, földcsúszamlások és áradások is voltak, a nyári hónapokban pedig példátlan hőhullám pusztított, több száz ember halálát okozva. A vihar észak felé halad, és fokozatosan veszít az erejéből. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy legyenek óvatosak a Jebi útját jelző áradások és földcsúszamlások miatt. Több államban is szükségállapotot rendeltek el az Egyesült Államokban a Gordon nevű trópusi vihar miatt. A természeti csapás 70 km/órás erősségű széllökésekkel, valamint heves esőzéssel csapott le az országra. Szerdán a víradó éjjel egy gyerek meghalt, amikor a család lakókocsijára dőlt egy fa. Az ország déli részén több tízezer háztartás maradt áram nélkül. A meteorológusok szerint nem valószínű, hogy a trópusi vihar hurikán erősödne. Tüntetések, bekiabálások és folyamatos zavargás kísérte a legfelsőbb bíróság jelöltjének szenátusi meghallgatását. Brett Kavanaugh konzervatív bírót Donald Trump jelölte a testület megüresedett posztjára. Demokrata politikusok azonban attól félnek, kinevezése évtizedekre konzervatív többséget hozhat a 9 tagú legfelsőbb bíróságba. Anthony Kennedy június végén jelentette be visszavonulását, a konzervatív főbírót még a republikánus Ronald Reagan nevezte ki 1988-ban. A 9 tagú legfelsőbb bíróságban azonban sokszor ő volt az ingadozó szavazat, több kérdésben is a demokraták oldalára döntötte a mérleget. Kennedy bíró erősen hitt a végrehajtó hatalomban, de közben elismerte, hogy az alkotmánynak kellenek fékek és egyensúlyok, főleg az elnöki hatalmat illetően. Ezért, ha megválasztják Brett Kavanaugh-t, az elnöki befolyás biztosan növekedik majd a testületen, vélekedik egy alkotmányvédelemmel foglalkozó szervezet elnöke. A megüresedett posztra Donald Trump állított jelöltet. Az 53 éves Brett Kavanaugh George Bush alatügyvédként és titkárként szolgált a Fehérházban, szoros kapcsolat fűzi az elnöki családhoz. De a 90-es évek elején részt vett a Bill Clinton lemondatására indított kampányban, az elnök hűtlenségi botrányai miatt, jelenleg a washingtoni felelvíteli bíróság bírája. A bíró jelölését ellenzik a demokrata szenátorok, meghallgatását megpróbálták elnapolni, arra hivatkozva, hogy a Fehérház nem bocsájtott rendelkezésükre több ezer oldalnyi dokumentumot Kavanaugh munkásságáról. A bíró fehérházi munkásságának 93%-át nem bocsátják a szenátus rendelkezésére, több mint 100 ezer oldalnyi anyagot tartanak titokban, mindenféle magyarázat nélkül. Tegnap este átküldtek 42 ezer dokumentumot, természetesen senkinek sem volt ideje megnézni, mondta Kalifornia szenátora. A meghallgatást végül nem sikerült elhalasztani, de folyamatosan tüntetők zavarták meg. Az érkezőket ilyen szolgáló ruhába öltözött nők várták, akik szerint a bíró kinevezése a nők jogait sértené.
A meghallgatást transzforensekkel és állandó bekiabálásokkal szakították félbe, a rendőrség több tucat nőt vett őrizetbe. Sajnos különböző csoportok folyamatosan bekiabálnak, mert azt szeretnék, hogy ez a meghallgatás egy politikai játszma legyen, hogy mindenről szóljon, csak Kevin O'Bearról és a szakmai felkészültségéről nem. Mindenki a figyelem középpontjába szeretne kerülni, kommentálta az eseményeket Utah szenátora. Kevin azt mondta, betű szerint tartja be a törvényt, és megválasztása esetén nem pártpolitikák, hanem az alkotmány alapján hozna döntéseket. A judge must be independent. Egy bírónak függetlennek kell lennie, nem a nyilvánosság nyomásától befolyásolhatónak. A független bíróság az alkotmányos köztársaságunk korona ékszere, a legfelsőbb bíróság pedig az utolsó védőbástyája a hatalmi ágak szétválasztásának, a jogoknak és a szabadságnak, amit az alkotmányunk garantál, mondta a jelölt. Kavanaugh jelöltségének ellenzői attól tartanak, a bíró a testület konzervatív oldalát erősíteni, főként az abortusz és a fegyvertartás kérdésében. Turay Barnabással, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszélgetek tovább a bírói kinevezésről. Szervusz, Barna! Szervusz, Géza, köszöntöm a nézőket! Úgy említetted most a végén a fegyverkorlátozást és az abortuszt, ez két olyan téma, ami nagyon meghatározza az amerikai közéletet. Mi az új jelölt álláspontja a két kérdésben? Így van, a fegyverkorlátozás napi szinten téma az Egyesült Államokban, hiszen sajnos folyamatosak a lövöldözős álmokfutások. Amikor Kavanaugh arról beszél, hogy betűről betűre be fogja tartani a törvényt, elemzők szerint az a fegyverlobbinak kedvez. A nagy cégek ugyanis szeretnek alkotmányos jogaikkal érvelni a fegyvertartás korlátozása ellen. Általában az alkotmány második kiegészítésére hivatkoznak, ezért a betűről betűre is azt jelentheti, hogy Kavanaugh nem tervezi megreformálni a fegyvertartást. Konzervatív álláspont várható az abortusz kérdésében is, a bíró saját bevallása szerint ugyanis gyakorló katolikus hívő ember. Eddigi pályafutásában azonban nem volt ilyesmi ügye, ezért nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan döntene. Legutóbb például, amikor Washingtonban kellett dönteni, abortusz ügyben tartózkodott. És mi a helyzet úgy általában most a legfelsőbb bírósággal? Ugye két éve Antonin Scalia halálával érkezett utoljára új bíró, és Donald Trump jelöltje volt. Merre hajlik most a testület? Ugye a legfelsőbb bíróság 9 tagú, általában 4 liberális és 4 konzervatív hajlású bíró mellett egy úgynevezett medián bíró ül a testületben. Eddig ez Anthony Kennedy volt, aki eddigi döntései alapján nagyjából középre sorolható, ezért mindkét oldal folyamatosan harcolt az ő szavazatáért. Az új jelölt elemzők szerint azonban a konzervatív tábort erősíti, majd így nem ő lesz a következő medián bíró, hanem John Roberts. Ő azonban Kennedyhez képest sokkal jobban republikánus irányba húz, így elemzők azt jósolják, hogy az egész testület jobbra tolódik majd. Ez ugye azért fontos, mert az amerikai precedens jog miatt a legfelsőbb bíróság ítéletei szinte jogszabályként értelmezhetők. Nem beszélve arról, hogy egy bíra kinevezése életük végéig szól, így a mostani 53 éves jelölt évtizedekig a testületben maradhat, ha a jelölését jóvá hagyja a szenátus október elején. A konzervatívok számára minden esetre ez örvendetes fejlemény. Köszönjük, Barna. Köszönöm én is. Két orosz gyanúsítottat nevezett meg a brit ügyészség a Skripal ügyben. A bejelentés értelmében a Szigetország hatóságai Alexander Petrovot és Ruszlán Bosirovot vádolják. Sergej Skripal, egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya Julia Skripal tavasszal történt megmérgezésével. Az ügyészség elfogató európai elfogató parancsot adott ki a két férfi ellen. Az orosz külügy közölte, a most közzétett nevek és fotók nem jelentenek semmit Moszkva számára. Alapvetően átrendeződhet Svédország politikai térképe a vasárnapi választások után. Szinte minden felmérés azt mutatja, hogy a bevándorlás ellenes svéd demokraták párt lehet a voksolások legnagyobb nyertese, míg a jelenleg kormányzó szociáldemokraták 100 éves történetük egyik legrosszabb eredményére készülhetnek. Igaz, a két párt így is fej-fej mellett áll a közvéleménykutatóknál. Választásokra készül Svédország. A skandináv államban most vasárnap voksolhatnak az országgyűlés összetételéről. Az összes közvélemény kutatása a bevándorlás ellenes erők erősödését és a kormányzott szociáldemokrata párt gyengülését mutatja, aminek egyik oka szakértők szerint a hagyományos politikai vezetéssel szemben növekvő elégedetlenség. Svédországban felnőni fantasztikus dolog volt a 70-es, 80-as években, de most minden a darabjaira hullik szét. És itt van a bevándorlás kérdése is. Nem tudunk több embert befogadni annál, mint amennyi szabad munkahelyünk van. És olyan emberek jönnek, akiknek eszük ágában sincs dolgozni, sőt, még rosszabb bűnözők is vannak köztük, mondja egy svéd üzletember az ország egy középső megyéjében.
A környékbeliek hasonlóan éreznek. Ebben a körzetben a svéd demokraták már a legutóbbi választáson is az országos átlagok dupláját érték el. A népesség csökken, és egész Svédországban itt a legmagasabb a bevándorlók aránya. Ez embert próbáló feladatok elé állít bennünket a lakhatás, az egészségügy és az iskolák kérdésében is, mondja egy másik helybéli. A legfrissebb adatok azt mutatják, a svéd demokraták, vagyis a migrációt ellenző párt 24%-on áll, míg a kormányzó szociáldemokraták a voksok 22%-ára számíthatnak. Ráadásul a jobboldali párt fel, míg a baloldali párt inkább lefelé ívelő pályán áll. A széttöredezett pártrendszer miatt ugyanakkor elemzők még csak tippelni sem mernek, hogy milyen összetételű lesz a következő kabinet. A képletet tovább bonyolítja, hogy nem csak a bevándorlás ellenes svéd demokraták, de a jobboldali centrista, mérsékelt párt is kategorikusan kizárta, hogy koalícióra lépjen a szozdemekkel. Így viszont szinte biztos, hogy az országnak kisebbségi kormánya lesz a választásokat követően. A Holttenger extrém magas sótartalmát használja ki művészeti projektjében egy izraeli szobrász. Legutóbb egy balerina ruhát engedett a tenger mélyére, hogy idővel mintegy 200 kilónyi só rakódjon rá, és mesékbe illő szoborként kerüljön elő. A művész egyébként már 15 éve készít ilyen módszerrel szobrokat, mint mondta, a teljes folyamatot részletesen dokumentálta az évek során, amiből a közeljövőben könyvet is kifogadni. A műalkotásokat pedig jövőre bárki megcsodálhatja majd egy Ausztriában rendezett kiállításon. És ezek voltak a világhíradó hírei mára. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!